mint a görög tragédiában. Belül történt, mi megesett. A színen csak siránkozás van, mint a görög tragédiában. Belül történt, mi megesett. Részlet Kányádi Sándor kuplé a Vörös villamosról című művéből Tóth András színművész tolmácsolásában az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezésen Ferencvárosban, melyet Ferencváros önkormányzata október 22-én délután a Salkaházi Sára Parkban tartott. Ó, magyar ifjúság! Hányszor keltem ki ellened, megvetően, keserűen, s néha gyalázva is, hogy züllött vagy, léha és tudatlan. Hogy rá se hederítesz, hogy mi for körülötted. És nem nyitod meg szívedet csak csupán futó, apró gyönyöröknek. Hogy ereidben vízcsörgedez vagy, káposztalé. És hogy nagy célokért nem tudsz halni, de élni sem. Az előadásban közreműködött a Budapesti Filharmóniai Társaság részfúvós kvintetje és a Szilóárt műhely Pintér Szilvia vezetésével. Beszédet mondott Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere. Kiemelte, hogy a ferencvárosiaknak talán még sokkal többet jelenthet az ünnep, hiszen 56 több emblematikus és meghatározó alakja is Ferencvárosból származik. A forradalom és szabadságharc arra tanít minket, hogy a legerősebb hatalom önkénye előtt sem kell önként meghajolni, hogy a legnehezebb időkben is ki kell állni az igazságért, támogatni kell egymást, mindenek előtt a nálunk gyengébbeket. Ha valakit a származása miatt üldöz a hatalom, ahogy az történt egy bő évtizeddel 56 előtt, akkor őt kell segíteni. Ha valakit a politikai nézete, társadalmi helyzete, osztálybesorolása miatt jár el vele szemben kegyetlenül az állami önkény, vagy csak egyszerűen rossz kor volt, rossz helyen, ahogy az megesett sokakkal az 50-es években, akkor mellettük kell kiállnunk. És ha valaki szülőföldjéről kénytelen elmenekülni, majd az országhatáron segítség és bátorítás helyett koncentrációs tábor és államilag vezényelt gyűlölethisztéria várja, akkor őt kell támogatnunk. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra is, hogy 56-hoz hasonlóan ma is vannak bátor, szabadság és hazaszerető honfitársaink, akik példát mutatnak mindenkinek. A nagy bajban magukra hagyott, kiszolgáltatott és mégis önfeláldozóan helytálló egészségügyi dolgozók. A hisztérikus gyűlöletpropaganda áldozatait segítő és ezért önmagukban is üldözött civil szervezetek, az egyetemük szabadságát a végsőkig megvédő diákok, a reménytelen helyzetben egy emberként felálló szerkesztőségek tagjai, és olyan magányos harcosok, mint a kirekesztett kisebbség mellett kiálló válogatott kapus, az ugyanezért elüldözött sportriporter, vagy csupán pár nappal ezelőtt a propaganda célokra felhasznált pesti hírlap pozíciójukból távozó vezetői és munkatársai. Ők valamennyien 56 örökösei. Előttük is fejet hajtunk, amikor a 65 évvel ezelőtti szabadságharcosok előtt tisztelgünk. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Az eseményen hagyományosan átadásra került Ferencváros Bárány János díja is. Most pedig a Ferencváros Bárány János díj átadója következik. Őrsi László Budapesten született 1955-ben. Székesfehérváron érettségizett mezőgazdasági szakközépiskolában. A rendszerváltásig főleg fizikai munkát végzett, elsősorban az építőiparban. 1986 és 91 között a Bokréta utcai speciális nevelőotthonban volt pedagógus. Első írása 1988. november 4-én jelent meg az Élet és Irodalomban a Kossuth téri sortűzről. 1991-ben fejezte be főiskolai tanulmányait a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. Diplomájának megszerzése után 1991-ben kezdett dolgozni az éppen megalakuló 1956-os intézetben. Tudományos munkásságában kiemelten fontos szerepet kapott a 9. kerület 1956-os eseményeinek és személyiségeinek kutatása, feldolgozása és bemutatása. A Tűzoltó utcai felkelők köztük Angyal István életét és tevékenységét behatóan tanulmányozza.
két tucatnyi önálló kötete mellett több száz cikket, tanulmányt tett közzé lapokban, folyóiratokban. Jelenleg az 1956-os intézet alapítvány és a Wesley Egyház és Vallásszociológiai Kutatóközpont kutatója. Őrsi László, Ferencváros Bárány János díja. Azt mondanám csak ezzel kapcsolatban, hogy ez nem áll meg a munka, hanem terveim szerint, és hogyha Bárány János szelleme is, Angyal István szelleme is segít minket, akkor a 70. évfordulóra szeretnék, hogyha egy új ferencvárosi 1956-os tanulmánykötet megjelenne. Köszönöm szépen! A megemlékezés záró akkordjaként a megjelent városvezetők, önkormányzati képviselők, pártok, szakmai és civil szervezetek, kulturális és szociális intézmények képviselői is megkoszorúzták az emlékhelyet.